most nagyon intenzív időszakot élek, ugye folytatódnak, vagy tartanak a Megruházak című műsor munkálatai, amelyben három divattervező küzd meg egymással, hogy aztán valaki csütörtökön elnyerje a hét tervezője díjat. Egyébként izgalmas feladat volt, mert sokan gondolhatják, hogy nem szeretek varni, szabni, ami így is van, de gyerekkoromban nagyon érdekelt ez a fajta. Hát minden kislány a nagymamájától megtanulja, hogy hogyan kell hímezni, gombot felvarni, apróbb javítási munkálatok, és most nagyon inspirálódtam, egy csomó ötletet lestem el a mi kis tervezőinktől. Vannak olyan ruháim, amelyeket még 18 éves koromban hordtam. Jó, mert nem mindegyik jön rám, ez így általában változik, egyszer rám jön, egyszer nem jön rám. Nagyon szeretek sportolni, ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert valakinek kínszenvedés lemenni az edzőterembe, vagy kínszenvedés kimenni és futni szigetköröket. Én alig várom. Vártam, hogy végre elérkezzen a tavasz, és gyakorlatilag visszaszámolok, hogy mikor tudok már a szigeten lenni, és mikor tudom egy picit megmozgatni magamat. Nekem szükségem van rá. Mindenkinek más a kikapcsolódás, nekem egyébként ez jelenti azt. Számomra nagyon kedves dolog mostanában a blogírás. Elindítottam a saját szépségápolással, Beauty Life and Travel egyébként, ez a szépségblogom. Itt mindent megosztok a rajongóimmal, én hogyan tartom formában magam, miket étkezem, mit használok az arcomra, milyen sportágokat és hogyan űzök. Tehát kicsit jobban bepillantást nyerhetnek egyébként, rengeteg ilyen kérdések fordulnak hozzám, és ez így a legjobb fórum, ahol tényleg ezeket az információkat megkaphatják rólam, úgyhogy a blogírásra mindig este van időm.